Szevasztok, én Robi vagyok, és a mai videóban elhoztam egy olyan videót, ami ilyen, hát nagyon rég szerettem volna ezt megcsinálni, egyszerre is kezdtem, de aztán abba maradt, mert el kellett mennem. Ennek az a lényege, hogy ilyen kamu kínai cuccokra, márkákra szeretnénk reagálni, mert hát vannak elég vicces ilyen kamu cuccok, amiket találtam az interneten, és kiválasztottam belőlük azt hiszem négyet vagy ötöt, ezt szerintem egy négyet. Van benne cipő, papucs, boltmárka, kettő bolt már, igen. Kettő bolt, meg azt hiszem, hogy kettő, egy papucs, meg egy cipő. Azt hiszem, ennyit választottam. Na hát igazából az első az egy cipő, amivel igazából semmi baj nincsen, mert a márkája az tényleg az jó, az ugyanaz. De megnézed jobban azt a ki márkája alatt azt a kis szöveget, ami oda van írva, ott az bizonyít, hogy Dajac. Igazából ebből ki lehetne venni, hogy Adidas, csak ki össze vannak cserélve, de szerintem ez egyáltalán nem jó így, hogy így azon odérve, hogy Dajac. És egyébként a cipővel sincs semmi baj, mert szerintem nem néz ki amúgy olyan rosszul innen, vagy hát, hogy ahonnan innen nézem. Úgyhogy... De az a lényeg, hogy a logó az jó, ugye a... Hát a szöveg az viszont nem annyira jó, de nem baj. A logót azt eltalálták, viszont a szöveget nem. Vagyis hát a cipőnek a márkát nem találták el. De az is lesz, hogy igazából ezt így akarták. Na mindegy, nem baj, nem erről szól most ez a videó. A következő egy olyan márka, ami egy bolton fotóztak, vagy egy újságon, vagy kirakaton. Ha jól látom, ez egy kirakat. Dolce Banana. Dolce Banana. Most ez... Én most ezt nem értem. Dolce Banana. Először amúgy nem ránéztem, azt hittem, hogy ez miért van itt, aztán ránéztem. Ugye rákadnítom, amilyen kicsiba volt ott. Ránéztem, hogy banana van az a Gabbana helyett, úgyhogy Dolce Gabbana. Ez lenne ugye az igazi, de itt meg az, hogy Dolce Banana. Ami igazából vicces, de... De nem a legjobb, de biztos mész így... Mész itt így, nem tudom hol vagyunk most, milyen város vagy mondjuk Kínában. Hát, megyünk. Dolce Banana? A komoly bolt lehet, hogy most benézek. Érted, mert lehet, hogy ott kint lehet, hogy nem ismerik az olyan márkát, mint mondjuk itt Fejérváron mondjuk, hogy nem tudom, bemész mondjuk egy, mit tudom én, Budapesten egy Gucci boltba, vagy ilyesmi, lehet, hogy külföldön nem is nem tudják, hogy van ilyen márka, hogy Dolce Gabbana. Mert nem, szerintem nem nagyon találsz olyan boltot a Dolce Gabbana, de ha esetleg tudsz egy olyan boltot Fehérváron, Budapesten, Bakonysárkány... Miért mondtam Bakonysárkányt? Mindegy, bárhol Balaton, bárhol tudsz egy Dolce Gabbana boltot, írjad le kommentbe. Ha tudsz, ha nem tudsz, akkor is írd le valamit kommentbe. A következő egy eszméletlenül jó papucs, ami hihetetlenül néz ki, hát ki a feltaláló? Ki ez a feltaláló? Hát most őszintén mondjátok meg, hát... Kine. Kine. Értitek? Kine. Mennyire komoly már Kine. Kylie Jenner. Kylie Jenner. Mostantól ez lesz Kylie Jenner. Gyerekek. Most őszintén megmondi. Hogyha már kamu az egész. Miért rakják oda az eredeti logót? Én csak ennyit akarok tudni. Miért rakják oda a logót, hogyha az egész cipő, papucs, ruha egy kamu? Én ezt teljesen nem értem. Nem is lenne semmi baj ez a papucsa, mert szerintem jól néz ki egy strandra, vagy esetleg bárhova fel lehetne venni. De miért van rajta az eredeti logó? Miért nem raknak oda egy fordított pipát mondjuk? Na most érted. Bemegyek a boltba, de jó, ez nagyon tetszik ez a papucs. Mennyibe kerül? Mondjuk, legyen egy 3000 forint. És megkérdezi, hogy és milyen márkájú? Hát Kine. De akkor miért van ott a Nike el? Hát ki tudja. Hát meg bolondok az emberek, azt ilyeneket találnak ki. Mindegy, felejtsük el. Kész, vége van. Kány, elfogadtuk. Kylie Jenner. Bocsánat. Következő az egy olyan étterem, ahol szoktam menni néha-néha, bár mondjuk már nagyon rég voltam. McDonald's. Na most felmerül benne a kérdés. Hogy miért van... Ugye... Olyan, mintha két M betű lenne, de nem két M betű van, hanem miért van ilyen három kis pup, mint a tevéken? Miért van?
Meg miért írja ott az elején, hogy OMC, és ott utána még írja, hogy McDonald's. Hát gyerekek, én lehidalok. Ilyenek tényleg vannak amúgy? Vagy lehet, hogy ezeket csak úgy oda szerkesztették? De mondjuk, bár nem úgy tűnik, mint ami szerkesztett. Most mondjátok meg. Elmegyünk a haverokkal, értjük. Gyere tesó, bemegyünk, elmegyünk mondjuk. Nézzünk el egy étterembe. Megyünk, megyünk. OMC McDonald's. Ez biztos jó, menjünk be. Elmegyünk, ugyanazt kapjunk, mint a Mackie-be. Akkor miért nem az lett már neve, hogy McDonald's? Ha, pakker. Mindegy, hagyjuk, jön a következő. A következő az egy cipő lenne, ami egyébként nem kamu, hogyha ránézel jobban, mert nem kamu. Ez egy puma cipő, ott a jel is nagyon le van csinálva. De hogyha látod a cipőnek itt a... Itt ennek a részében, itt... Lehet látni, hogy azon adéva, hogy Converse. Na most megint felmerül a kérdés bennem, hogy miért van egy puma cipő adéva, vagy Converse. Tényleg láttam olyat is a neten, hogy egy Converse cipő adott, vagy konzerv. Értitek? Konzerv. Kajakra ez volt ráírva. Hát most is... Egyébként ez a cipő tényleg nincs semmiből, mert a varrások minden jól van megcsinálni, de hogy miért van adott, vagy Converse? Miért van? Az ott miért van? Mindegy, hagyjuk is. Hagyjuk. Zseniális lett, tényleg nagyon jól néz ki a cipő, csak ne írod, hogy Converse. Szerintetek ti melyik ruhadarabot, vagy esetleg melyik bóba mennétek be legszívesebben, hogyha amit láttatok a videóban? Papucs, a kettő cipő közül melyiket választanátok, és esetleg a kettő bolt közül, mondjuk igaz, hogy az egyik étterem, melyikbe mennétek be legszívesebben, így körülnézni, vagy esetleg mindegyikbe, akkor írjad le kommentbe. Na de, ennyi is lett volna ez a videó, hogyha tetszett neked esetleg ez a videó, akkor dobj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, és ne felejts el megnyomni a csengőt se, hogy értesülj legújabb videómról, hogyha teszek ki. És igazából ennyit szerettem volna, remélem tetszett nektek ez a kis videó, mert gondoltam elhozok egy ilyen kis reagálós videót. Igaz, hogy az előzőt nem nagyon sokan nézitek meg, de remélem ezt meg fogjátok nézni azért egy olyan 700-an. Kövessetek be Instán is, mert ott is nagyon aktív vagyok, úgyhogy le lesz minden nevem a leírásban, a TikTok, a Snapchat, a Facebook, bármelyiken bejelölhettek, bármi írhatok nyugodtan. Úgyhogy akkor a következő videóban találkozunk, és hát jövő héten iskola van, úgyhogy addig még lesznek videók, barátaim. És egyébként nem mondtam, de boldog új évet mindenkinek, mert akkor nem volt videó, és most mondom, úgyhogy boldog új évet, kész jövő hétre, van újévi fogadalmad? Írjad le kommentbe, hogyha van. Nem kell muszáj lenni, hogy mi, csak hogy van. Úgyhogy akkor a következő videóban találkozunk, srácok, sziasztok!